Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, és köszöntöm azokat is, akik a Miskolci Televízión keresztül kapcsolódnak bele ünnepi szentmisénkbe. Karácsony ünnepe van a mi Urunk Jézus Krisztus születésének az ünnepe. Örömnap, örömünnep, hiszen, ahogy énekelni szoktuk, az angyalok, Isten körül szolgáló lelkek együtt dicsőítik az emberekkel a világ teremtőjét, a világ urát, és mindannyian örömteli lélekkel énekeljük, dicsőség mennyben az Istennek, és békesség a földön a jó akaratú embereknek. Ebben az örömben, Isten örömében tekintsünk a szívünk mélyére, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy örvendező szívvel ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok életben, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Thank you.
könyörögjünk. Istenünk, Te az emberi természet méltóságát csodásan megalkottad, és még csodálatosabban megújítod. Add kérünk, hogy részesedjünk Fiad istenségében, aki szeretetből magára vette emberi természetünket, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. Milyen szép a hegyeken annak a lába, aki jó hírt hoz, aki békét hirdet, örömhírt hoz, kikiáltja a szabadulást, aki azt mondja Sionnak, királyá lett a te Istened. Figyelj csak, őrszemeid felemelik hangjukat, és mind újonganak, mert szemtől szembe látják, hogy visszatér az Úr Sionra. Újongva énekeljetek mindnyájan, Jeruzsálem romjai, mert az Úr megvigasztalja népét, és megváltja Jeruzsálemet. Az Úr felemelte szent karját minden nemzet szeme láttára, és meglátja a föld minden határa, hogy szabadítást szerez Istenünk. Ez az Isten igéje. Szent Lecke a zsidókhoz írt levélből. Testvéreim! Sok ízben és sokféle módon szólt egykor Isten az atyákhoz, a proféták szavával. Most, a végső napokban Fia által szólt hozzánk, akit a mindenség örökösévé tett, hiszen a világot is általa teremtette. Benne ragyog az Istenség, ő az atya képmása, és hatható szavával ő tartja fenn a mindenséget. Miután megváltott minket a bűntől, helyet foglalt az isteni fölség jobbján. Hatalmasabb, mint az angyalok, mert magasztosabb nevet örökölt náluk. Vajon melyik angyalnak mondta valaha Isten? Fiam vagy te, ma szültelek téged. Vagy pedig,
Én atya leszek, ő pedig az én fiam. Sőt, amikor egy szülöttjét bevezeti a világba, így szól. És leborulva imádja őt Isten minden angyala. Ez az Isten igéje. Legyen veletek! És is Evangélium Szent János könyvéből. Kezdetben volt az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő volt kezdetben Istennél, minden ő általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Ő benne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be. Fölépett egy ember, akit Isten küldött, János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, ő csak azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról. Az ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övé nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek benne, akik nem a vér szerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. És az ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal. János tanúságot tett róla, amikor ezt hirdette. Ő az, akiről mondtam, hogy utánam jön, de megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Hiszen mi mindannyian az ő teljességéből nyertünk kegyelemből kegyelmet.
A törvényt ugyanis Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által valósult meg. Isten soha senki sem látta, Isten egy szülöttje, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki nekünk. Ezek az evangélium igéi. Áldjon téged, Krisztus! Krisztusban, kedves testvéreim, karácsony szent ünnepe van. Az evangéliumot Szent János evangéliumából olvastuk fel. A János prológus, az ige megtestesüléséről szóló szentírási részlet. Nagyon fontos nekünk embereknek, hogy megértsük azt, hogy az Isten végtelenül irgalmas és jóságos hozzánk. Ennek jele a karácsony. Ennek jele Jézus Krisztus születésének az ünnepe. Ennek a jele, hogy Isten odafigyel az emberre. Amikor a Betlehemre, a jászolba tekintünk, rádöbbenhetünk arra, hogy Isten mindent megtesz azért, hogy az ember felismerje a helyes életnek az útját. Tegnap éjszaka arról elmélkedtünk, hogy mennyire fontos az ember életében a világosság. A sötétséget nem szeretjük, a bizonytalanságot nem szeretjük. A sötétség a félelemnek, a bizonytalanságnak az érzését kelti az emberben, ezért alkotott meg minket úgy a Jóisten, hogy éjszaka alszunk, nappal pedig a feladatainkat végezzük. Mert éjszaka nem szeretünk annyira kint mászkálni, nem szeretjük a sötétséget, mert olyan bizonytalan. Nem szeretjük, hogyha ködben kell autót vezetni, mert olyan bizonytalannak érezzük magunkat, mert nem látunk messzire, csak éppen annyit látunk, amennyi szükséges, vagy talán még sokszor annyit sem. És úgy irtózik az ember a sötétségtől, a ködtől, a homálytól, amikor bizonytalan a létünk, bizonytalan az utunk, bizonytalan a helyzetünk. És nagyon sokszor azt élhetjük meg világunkban is, hogy olyan ködben vezetünk. Ködben vezetjük az életünk autóját, amit igazából, hogyha mélyen belegondolunk, nem is mi vezetünk, hanem az Isten. De az az ember, aki nem ismeri fel, hogy a kormány az Isten kezében van, nem én vezetem azt az autót, az állandóan átélheti azt, hogy sötétségben, ködben haladunk. Isten azért jön közénk az ő kegyelmével, az ő szeretetével, hogy szétoszlassa ezt a ködöt, hogy szétoszlassa a sötétséget. Azért jön, hogy megmutassa az ő jóságát, hogy megmutassa Jézusban, hogy hogyan kell ezen a földön élni. És ez a kisgyermek, aki egyszerűségben, titokban születik meg, a nagy nyilvánosságtól távol, ebben az egyszerű istálóban mégis sokak számára példakép lesz. Miért? Azért, mert életének a vezérfonala a szeretet törvénye. A világosság a világba jön. Ez a világosság, ez az Isten szeretete. És Jézus ezt megmutatta nekünk. A gyakorlatban is, a tanításban is, az igében, a szóban, hogy a szeretet törvénye nélkül állandó ködben haladunk, állandó sötétségben járunk. Ezt azt megtehetünk a sötétségben is, sok mindent véghez vihetünk. Lehetnek nagy terveink, nagy munkáink, építkezhetünk is, hogyha éppen ahhoz van kedvünk, de mindig ott marad a bizonytalanság. Mert az ember
a fényt szereti. És az ember szívét, életét a fény határozza meg. Az igazi világosság, ahogy az evangéliumban hallottuk. És az igazi világosság az az Isten szeretete. Szükségünk van erre a szeretetre. Szükségünk van erre a világosságra, hogy ne járjunk ködben. Testvéreim, nagyon fontos üzenete van a karácsonynak. Nagyon fontos üzenete van ünnepeinknek. Isten ajándékozó és gondviselő jelenléte a világban. Fel kell ismernünk, hogy az életünk ajándék. Fel kell ismernünk, hogy mindaz, amink van, az Isten ajándéka. Nem szabad visszaélnünk ezekkel az ajándékokkal, de élnünk kell velük. Nem elég, hogyha csak megtapasztaljuk és látjuk, hogy Isten elkészítette nekünk ezt a számtalan ajándékot, de ezt nem bontjuk ki, ott hagyjuk becsomagolva. Nem elég csak nézni és csodálkozni, hanem ki kell nyitni ezeket az ajándékokat, ki kell nyitnunk azokat az ajándékokat, amelyeket Isten készít, és hogyha kinyitottuk, akkor óhatatlanul is meg kell, hogy szülessen bennünk a hála érzése. A tapasztalatból született hála, hogy Isten velünk van, hogy Isten nem hagyja egyedül az embert, hogy Isten azon túl, hogy velünk van és nem hagy egyedül, még számtalan ajándékkal ajándékoz meg. Ez az igazi ünnep. A hatalmas és dicsőséges Isten itt léte, köztünk léte. Jézus által és Jézusban megmutatkozott számunkra, megjelent számunkra ez a fény. És Jézus azt tanítja majd az élete folyamán, és arra bíztatja az ő követőit, hogy hordozzuk ezt a fényt. Legyünk mi is fény. Ne legyünk köd, ne legyünk sötétség, ne legyünk bizonytalanság, félelem, hanem legyünk fény. Mindenki ott, ahol él, a munkájában, a családjában, hivatásában, feladataiban, mutassa meg ezt a fényt. Azt a fényt, amelyet Isten ad nekünk ma, a szívünkbe, az életünkbe. És ez a fény nem csak 4-5 napig tart, hanem ennek a fénynek ki kell tartani egész esztendőben, minden nap, mert enélkül a fény nélkül újra ránk telepszik a köd. Mások véleménye, magatartása, bűne, a tapasztalatunk, mindaz, ami körülöttünk zajlik, nagyon könnyen megmérgezheti a lelkünket. De ha bennünk él a fény, ha bennünk van az Isten fénye, szétoszlik a sötétség, szétoszlik a köd, és akkor egyenes úton haladunk, és akkor biztonságban érezzük magunkat, békében érezzük magunkat, biztosnak érezzük magunkat, mert megéljük, megtapasztaljuk, hogy velünk az Isten. Adjon az Úr számunkra szent örömet a mai napon, boldog tapasztalatot, hogy velünk az Isten. Engedjük, hogy az Isten betegye a lábát az életünkben. Ezzel zártuk a tegnap esti szentmisét, az éjféli szentmisét. Mert ahová Isten beteszi a lábát, ott minden a helyére kerül. Ünnepeljük az ő szeretetét, ünnepeljük az ő jelenlétét, és adjunk hálát neki. És kérjük, hogy a fény, az ő jelenlétének a fénye ott lobogjon a mi szívünkben, a mi lelkünkben. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született, az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Születette, nem teremtő, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberekére. Hozzuk
Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavára. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszentegyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet. Testvéreim, megváltunk születésének ünnepén, örömmel fohászkodjunk az Úrhoz. Add, Urunk, hogy egyházad a betlehemi pásztorok hitével fogadja megtestesülésed szent titkát. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, Urunk, hogy egyházad tiszteljen és szeresse betlehemi igénytelenségedet. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, Urunk, hogy ezen szent ünnepen meghallja a világ az angyalok békeszózatát. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, Urunk, hogy amint te, ami testvérünk lettél, legyenek egymásnak testvérei az emberek is. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, Urunk, a karácsony boldogságát a gyermeket váró édesanyáknak, az újszülötteknek pedig add meg az Isten gyermekség kegyelmét. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk Jézus Krisztus, te részese lettél a mi emberi természetünknek. Engedd, hogy mi megtestesülésed által az isteni dicsőségben részesüljünk. Általad, aki élsz és uralkodol, mindörökkön, örökké. Amen. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr ezekből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentegyház javára. Urunk Istenünk, fogadd kegyesen az áldozatot, amelyet felajánlunk neked a mai ünnepen. Ezt szerezte meg nekünk a tökéletes kiengesztelődés, és ebbe épül bele Isten tiszteletünk egész teljessége.
Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a terület. Emeljük föl szívünket. Szeretném az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünk. Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Úrunk által. A mai napon felragyogott benne megváltásunk fénye, az örök ige gyarló emberségünket magára vette, és ezzel a halandó emberre fogyhatatlan dicsőség származott, sőt, csodálatos cserébe miénk lett isteni örök és boldog életen. És ezért mi is az angyalok kórusához társul, dicsőítünk téged, és újjunk az Könyörögve kérünk tehát, jóságos atyánk, fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által, fogadd el és áld meg ezeket az adományokat és ajándékokat, ezt a szent és tiszta áldozatot. Elsősorban szent és katolikus egyházadért ajánljuk fel neked, tartsd meg békében, őrizd meg egységben, és vezesd az egész földkerekségen szolgáddal Ferenc pápánkkal, Csaba főpásztorunkkal, és mindazokkal, akik az egyetemes és apostoli hitet hűségesen őrzik és vallják. Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról, minden élő testvéreinkről, különösen beteg testvéreinkről. Emlékezzél meg minden jelenlévőről is, akiknek hitét és buzgóságát ismered, akikért ezt a dicsőítő áldozatot felajánljuk, vagy akik ezt felajánlják önmagukért és övéikért, lelkük megváltásáért, üdvösségük és épségük reményében, és hódolatukat bemutatják neked, az örök, élő és igaz Istennek. Amikor most megünnepeljük azt a szent napot, amelyen a boldogságos Szűz Mária világra szülte az üdvözítőt, a szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk mindenekelőtt a dicsőséges mindenkor Szűz Máriáról, Istenünk és Urunk Jézus Krisztus édesanyjáról, valamint Szent Józsefről, a Szent Szűz jegyeséről, Péter és Pál, András apostolaidról, vértanúidról és minden szentedről. Az ő érdemeikért és könyörgésükre add, hogy mindenben érezzük oltalmadat. Kérünk Istenünk, fogadd megengesztelődve ezt az áldozati adományt tőlünk szolgáidtól és házad egész népétől, irányítsd a te békédben életünk napjait, ments meg minket az örök kárhozattól, és védj fel választottaid körében. Áld meg, Istenünk, bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt, tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá és előtted kedvessé, hogy legyen ez számunkra szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak teste és vére. Ő ugyanis
szenvedésének előestéjén tiszteletre méltó szent kezébe vette a kenyeret, és szemét az égre emelte te hozzád az Istenhez, mindenható atyához, majd hálát adva áldást mondott, megtörte tanítványainak, adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Áldott légy, Uram, szent neved áldja nekem. Áldott légy, Uram, mert megváltottál már. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adva áldást mondott, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhem, az új és örök szövetségé, ez a vér értetek, és sokakért kiontaték a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Áldott légy, Uram, szent neved áldja nekem. Áldott légy, Uram, mert megváltottál már. Íme hitünk szent titka. Áldott kérdezünk, Urunk, és hitelvalljuk föl a támadásodat, amit bennünk. Megemlékezünk ezért, Istenünk, mi a te szolgáid és a te szent néped, fiadnak, Krisztus Urunknak áldott szenvedéséről, a halálból való feltámadásáról, dicsőséges mennybe meneteléről, és ajándékaidból felajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt, az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kelyhét. Nézd kegyes és jóságos szemmel, és fogadd el, amint elfogadtad igaz szolgádnak Ábelnek ajándékát, ősatyánknak Ábrahámnak áldozatát, és azt a szent és szeplőtelen áldozati adományt, amelyet főpapod Melkizedek mutatott be neked. Könyörögve kérünk, mindenható Istenünk, szent angyalod vigye áldozatunkat mennyei oltárodra, isteni fölséged színe elé, hogy mi, akik erről az oltáról fiat szentséges testében és vérében részesülünk, minden mennyei áldással és kegyelemmel elteljünk. Emlékezzél meg, Urunk, elhunyt testvéreinkről, elhunyt családtagjainkról, szeretteinkről, akik a hit jelével előttünk távoztak el az élők sorából, és a béke álmát alusszák. Kérünk, Urunk, hogy nekik, és minden Krisztusban elhunyt hívőnek add meg a boldogságot, a világosságot és a békét a te országodban. Nekünk is, bűnös szolgáidnak, akik irgalmad bőségében bizakodunk, adj kegyesen közösséget szent apostolaiddal és vértanúiddal, Jánossal, Istvánnal, Mátyással, Barnabással és minden szenteddel. És kérünk, bár meg nem érdemeljük,
irgalmadból mégis bocsáss be minket szentjeid körébe. Istenünk, te mindezeket a javakat mindenkor Krisztus, ami Urunk által teremted, szenteled meg, élteted, áldod meg és adod nékünk. Ő általa, ő vele és ő bennem, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Isten emberré lett, hogy mi Isten gyermekei lehessünk, ezért merünk így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünkre szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét. Krisztus születésekor az angyalok békét hirdettek a földnek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus béke fejedelme, ne vétkeinket nézd, hanem egy házat, hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét. Kérsz és uralkodol mindörökkön örökké. Békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelked, üdvöns idegei más te békejelében, legyen végesség köztünk mindenkor. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyulsz.
Könyörögjünk! Kérünk, irgalmas Istenünk, hogy a világba született üdvözítője, amiként Isten gyermek életünk szerzője, ugyanúgy halhatatlanságunk ajándékozója is legyen. Kér és uralkodik mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek végigével. Istennek legyen hála. Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel, szeretet nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtte, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására, vagy nekünk papi és szerzetes hivatásra. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetes hivatásra. Amen. Ünnepi szentmisénk végén kívánok a kedves testvéreknek áldott, boldog, békés karácsonyi ünnepeket családjaik körében, és mindenkinek, aki bekapcsolódott ebbe a szentmisében, itt a templomban, vagy a Miskolci televízión keresztül. Atya, jó Isten, amiről az elmélkedésben is próbáltam néhányszor szólni, hogy az életünk vezetését átadjuk az Istennek, átadjuk az Úrnak, aki mindig biztos kézzel vezet bennünket. Bízzunk benne, hiszen újra és újra meg akar újítani bennünket az ő szeretetével. És hogyha Isten a lábát betette az életünkbe, minden a helyére kerül, mert Isten a szeretet. Ezt éljük meg, ezt adjuk tovább, ezt cselekedjük meg életünk minden napján, és akkor bennünk marad, és mi is ő benne. Áldott, boldog, békés karácsonyt!